Szerbiának külpolitikai állásfoglalást kell vállalni. Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió az ukrajnai fegyveres konfliktus kitörése óta nyomást gyakorol Alekszandr Vucic kormányfőre a célból, hogy ítélje el Oroszországot és szankciókat vezessen be. Erre viszont Szerbia nem hajlandó. Michael Kirby, az USA belgrádi nagykövete azt mondta, az Egyesült Államok tiszteletben tartja a Szerbia és Oroszország közötti baráti kapcsolatokat, ám a világ nem fogadhatja el, ha a Szerbia nem ítéli el egyértelműen Ukrajna területi integritásának megsértését. Erre a kormányfő kabinettjéből közleményt adtak ki, miszerint Vucic többször is világosan megismételte azt az álláspontot, miszerint Szerbia tiszteletben tartja Ukrajna területi épségét, beleértve a Krím-félszigetet is, mint Ukrajna területének egyik egységét. Alekszandr Vucic kormányfő továbbra is nyugat és orosz barát politikát kíván folytatni. Vláda Republiky Srbije vodi politiku evropskih integrácia. Vlada Republike Srbije je dobila poverenje od građana Srbije da vodi politiku dobrih odnosa sa Ruskom Federacijom i Vlada Politike Srbije će takvu politiku da vodi. Egyes értesülések szerint Szerbiának szeptember 1-ig kell eldöntenie, kit tekint igazi partnerének, Oroszországot vagy Európát. Arra a kérdésre, hogy Szerbia kapott-e ilyen típusú ultimátumot, a kormányfő nemleges választ adott. Naši prijatelji ne razgovaraju sa nama jezikom ultimatuma. Mogu to da vam kažem i sa mnom kao sa predsjednikom srpske vlade, niko na takav način ne razgovara, niti je razgovarao, niti će da razgovara. Pre neću da budem predsjednik srpske vlade, nego što ću tako nešto da dozvolim. További feszültség forrása a déli áramlat gázvezeték is. Szerbiának gazdasági és energetika biztonsági érdeke fűződik a jó részt Oroszország által vállalt befektetéshez. Naravno da postoje različita viđenja o pojedinim stvarima kao što je južni tok, ali tu neka pitanja koje imamo i mi za naše evropske prijatelje ostavit ćemo. Jer znate, mi smo napravili dobar ugovor o južnom toku, dobar za Srbiju. I potekao, ne potekao gaz, to je za nas dobar ugovor, imat ćemo naše firme bar 350 miliona evra, pa neko neka nam kaže gde ćemo da zaradimo tih 350 miliona evra. Elemzők szerint megkésetnek számít Ivica Dačić reakciója az MH17-es maláj utasszállító lelövését illetően. A külügyminiszter szerdán ítélte el a katonai akciót. A tragédiát nyilatkozatában az ukrán válság egyik sajnálatos következményének nevezte.